Szeptember közepén kerül megrendezésre, hát erről már talán nagyon sok hallgató tud, a kattárs nevezetű rendezvény, vagyis a katolikus társadalmi napok, amelyeknek a magyar katolikus Püspöka, püspöki konferencia részéről, püspökatja a megbízott vezetője, szervezője. Ennek kapcsán a mai műsorban az egyház társadalmi szerepvállalásáról szeretnénk beszélgetni. Püspök úr, csapjunk rögtön a közepébe, és hát szokásunk szerint valamilyen biblikus vonatkozással, hivatkozással kezdjük a témát megközelíteni. Ugye már az új szövetségben is megjelenik, talán áttételesen közvetve ez a téma, amikor például Jézust az írás tudók azt kérdezik, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak, tehát ez is egyfajta kapcsolat a társadalommal már a kereszténység részéről, vagy a keresztények részéről, de megemlíthetjük a későbbekből, az apostolok cselekedeteiből, a hét diákonusnak a kiválasztását is, hiszen az ő eredeti feladatuk egyértelműen e, szociális jellegű volt kezdetben ugyanakkor, már az ős keresztény kornak az egyház is szabályoztat a keresztény embereknek a szerepvállalását a társadalomban. Ilyen volt például a tiltott a, a foglalkozásoknak a listája, ha nevezhetem ezt így, amely szerint, ha jól emlékszem, kettőre biztos, hogy emlékszem, katona és színész nem lehetett az, aki megkeresztelkedett. Hát Büspök úr, ezek alapján ad kérdezzem úgy elsőként, hogy van-e konkrét tanításunk nekünk arról, hogy hol kell, hangsúlyozottan kell az egyháznak jelen lenni a társadalomban, és hol megkérdőjelezhető vagy éppen nem tanácsos a szerepvállalásunk. És bocsánat, rögtön hadd kérdezzem meg azt is, hogy, hogy tehetünk-e ebben a tekintetben különbséget, mert uh, nem árt ezt uh, talán uh, megkülönböztetnünk. Tehát tehetünk-e tekintetben különbséget az egyház, mint szervezet, és az egyes keresztény embereknek a tevékenysége között? Nagyon nagy örömmel és nagy szeretettel. Köszöntöm én is a kedves hallgatókat! Hadd tegyem ezt a kérdést rögtön egy, egy kicsit tágabb összefüggésbe, tehát hogy az egyháznak egyáltalán keresztény embernek van-e küldetés erre, és hol és mikor, hogy a, a közéletben ö, szerepeljen, megszólaljon a véleményét, kifejtse, képviselje. Elindulnék onnan, hogy a teremtő Isten örök szeretet, Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete. És az embert is arra teremtette, hogy az ő belső életét vele megossza. Tehát minket is szeretetre teremtett. Ez a célja az egész ö, teremtésnek, illetőleg a létünknek a forrása és célja az Isten örök szeretete. Ő az az örök szimfónia, amelyben nekünk tiszta kicsi dallammá kell válnunk. A földi életünk erre való, hogy megtanuljunk szeretni, és megtanuljuk az életünket odaadni. Az ember lényege szerint társas lény. Már magát az életünket, a létünket is szüleinken keresztül kapjuk. Tehát eleve egy családi, egy társadalmi hálóba ágyazottan indul a létünk, és ilyen módon bontakozik is ki az ember másokkal való szeretet kapcsolatokban. Az Úristen úgy tudja nekünk adni az életét, az, a szeretetét, ha a teljes embert ez a titok átjárja. Tehát ő nem csak egy szeletét akarja az életünknek befolyásolni, magához emelni, beteljesíteni, nem csak az Istennel való kapcsolatunkat, hanem minden más kapcsolatunkat is, illetőleg magát a teljes embert. Szoktam ezt ilyen módon is fogalmazni: hogy Krisztus, amikor jön, hogy az Atya szeretetét elhozza, megváltsa a világot, ő nem másodhegedűsnek jön a világra. Nem csak az Istennel való kapcsolatunkat akarja gyógyítani, hanem minden mást a világon, az egész ö, világot, földet föl akarja forgatni. Azt is, ahogyan a szülő neveli a gyermekét, ahogyan a házastárs szereti a házastársát ahogyan a pénzével bánik az ember, ahogyan az egyik nép a másikhoz hozzááll, ahogyan szeretjük a gyöngét, a beteget, a szegényt. Tehát Jézus mindezt át akarja járni a szeretetével. Csak így tudja az embert megújítani, megváltani, fölemelni. Azt mondja, azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mi mást akarnék, mint hogy égjen. Látjuk ezt már az Ószövetségben is, ahol a profétáknak van egy ilyen társadalmi jellegű küldetése is. Igen, gyakran királyokhoz mennek, szegények érdekében emelnek szót, társadalmi igazságosságért küzdenek. Ugyanezt látjuk az ősegyház életében, ahogy ezt idézted is. Nem csak annyit jelentett az első keresztények idejében Krisztus követőjének lenni, hogy mostantól még inkább hiszek az Istenben, vagy járak templomba, ahogy manapság általában azt gondoljuk, mintha ez lenne a kereszténység lényege. Abban az időben, csak zárójelben említem, mindenki, vagy hát majdnem mindenki hitt Istenben, meg járt is templomokba. Nem annyira ez volt a különleges, hanem az, hogy egy gyökeresen más módon élték az életüket. Amelyben benne volt az is, hogy a szegényeken segítenek, vagyonokat megosztják velük. Rabszolgált embernek tekintik. Zsidók és nem zsidók között, zsidók és pogányok között abszolút testvéri közösség születik. Benne volt az, a háborúnak az elutasítása, legalábbis a törekvés a békére, és ennek keretében van ez is, hogy aki önként katonának ment, azt az első keresztény közösségek kizárták a körükből. Tehát egy teljesen új, társadalomnak az álmát valósította meg a, az első keresztény közösség, amit Jézus így hívott, hogy Isten országa, vagyis Isten szeretete közöttünk, egy olyan tér, ahol Isten akarata megtörténik, az ő uralma megvalósul. Az emberi szívekben is, de a családokban is, és a társadalomban is. Tehát Istennek kezdettől fogva egy ilyen sokkal átfogóbb terve van az emberre, nem csak a lelki életünkkel akar ő foglalkozni, hanem az egész emberi dimenzióval. És ilyen értelemben az egyháznak van küldetése, kell is, hogy szóljon és cselekedjen a család érdekében, gazdasági igazságosság érdekében, közéletben, a békéért való küzdelemben, szegénység témájában, illetőleg szegények segítésében, teremtett világvédelmében. Vagyis minden olyan erkölcsi kérdésben, ami érinti a szemét, a családot vagy a társadalmat. Ez nem azt jelenti, hogy az egyháznak be kellene avatkozni a párt politikába. Tehát erkölcsi módon, általánosságban van az egyháznak küldetése arra, hogy véleményt mondjon, illetőleg alakítsa a világot. Soha nem szabad az egyháznak önmagát egy konkrét politikai erővel azonosítania. Miért nem? Mert a, a pártok és azoknak a programjai, szereplői, célkitűzései, ezek mind esetlegesek, mulandóak, végesek, tökéletlenek, akárha gondolunk egy személyi döntésre, ami egy-egy pártban van, vagy egy költségvetésre, vagy egy konkrét törvényre, amit próbálnak a parlamentben megszavaztatni. Ezek soha nem. Teljesen fehér-fekete dolgok, tehát van benne pozitívum is, de vannak gyöngeségek is. És emiatt az egyház százalékosan soha nem azonosíthatja magát egy ilyen konkrét esetleges ö, politikai erővel. Akkor hadd kérdezzek közben az egyháznak a szerzői, nagy szerzői közül had idézek két művet. Az egyik Szent Ágostonnak az Istenvárosa, a másik mondjuk Mórus az utópiája. Ezek ugye azért valahol egyfajta teokráciát képzelnek el, vagy akarnak meg bemutatni. Tehát magyarán azt sugalják, hogy igenis nekünk Isten államát föl kell építenünk. Ez viszont hát azért azt sugalja, hogy a létező legerőteljesebben azonosul Mondunk, vagy bele kell folynunk a politikai életbe is, sőt, át kell formálnunk azt. És itt rögtön kicsit átsúszunk a második kérdésbe is, hogy az egyház, mint intézmény általánosságban hogyan lehet jelen a közéletben, és a világi keresztény ö, hogyan ö, lehet egyes pártoknak a tagja ugyanis. Az egyház mint egység nyilván soha nem azonosíthatja magát se állammal, se uralkodóval, se politikai erővel. Amikor ezt megtette, az igen nagy kárt ö, okozott az egyháznak. Soha nem szabad a templomot fölhasználni pártpolitikai célra, vagy a szószéket ilyen ö, dolgok eszközévé ö, alacsonyítani. Egy pap nem lehet pártnak a tagja. Nem vállalhat aktív közéleti szerepet, ha csak erre extra engedélyt nem kap. A, az illetékes egyházi hatóságtól. Azonban a világi kereszténynek teljesen más ilyen szempontból a szerepe. A világi kereszténynek a sajátossága pont az, hogy benne él a világban, a tudományban, kultúrában, gazdasági életben, vagy akár a közéletben. És oda az evangélium fényét, sóját, kovászát elviszi. A világot alakítja. Hatodik pál pápa egyenesen azt mondta, hogy az ember szolgálat egyik legnemesebb módja a politikában vagy közéletben való részvétel. Tehát a világi kereszténynek nagyon is kötelessége a közéletben, akár politikában részt venni. Nem az egyház nevében teszi ezt, tehát nem azonosíthatja a maga politikusi tevékenységét az egyházzal, de nyilván a keresztény lelki ismerete szerint. Tehát fontos, hogy a kereszténység részt vegyen, mint kovász a világ alakításában is, akár ahogy Mórusz Tamás ezt az utópiát megálmodja, az Isten országát ténylegesen építsük itt a Földön is. Um. Nem teljesen a kattárshoz tartozik, és majd térjünk rá arra is mindjárt, de tegnap óta munkál a fejemben egy kérdés. Bizonyára hozzámosulóan a kedves hallgatók is figyelemmel kísérték Kalkutai Teréz a szenti avatását. Utána este én megnéztem erről valamelyik televíziós sugárzott egy életrajzi filmet, és közben eszembe jutott, hogy az elmúlt 2000 évben szinte mindig az egyház, pontosabban az egyháznak a kiemelkedő alakjai, akik kisebb szentek lettek, voltak azok, akik a leg érzékenyebbek voltak koruknak a szociális társadalmi kihívásaira. Ugye 1700 1000 évvel ezelőttről megemlíthetnénk a most évfordulót ünneplő Szent Mártont, de az, ezután a későbbi korokból Néri Szent Fülöpöt, még később Domboszkót, és hát ugye a, a 20. század második felében Terézanyát. Püspök atya, de miért tűnhet úgy egyfelől, hogy az egyház... Mindig a történelem folyamán élen járt a szociális kérdések megoldásában, és ennek azért kicsit ellentétpárjaként hadd kérdezzem meg, hogy most éppen 2016-ban miért tűnik, hogy, hogy talán nincsenek olyan kimagasló hősies embereink, fülöpatyáink vagy dombozkóink, nincsenek már akkor a problémák mint régen. A keresztények esetleg nem annyira érzékenyek a társadalmi kérdések iránt, hát vagy esetleg én szenvedek információhiányban. Valóban így van ez, hogy a szentjeink döbbenetes módon alakították a, a társadalmat, meg a történelmet. Ez sokszor nem is ö, érzékeljük kellőképpen. Minden olyan ember, aki nagy lelkű szeretetben él, illetőleg Isten közelében él, ő egyben ö, hatalmas erővel kisugározza ezt a, a kegyelmi kincset, világosságot, szeretetet. Ö, Hadd mondjak erre akár olyan szempontból még egy e, megerősítő szempontot, hogy a, a mostani nyugati társadalmunknak nagyon sok értéke, a, az a fajta demokratikus világ vagy, vagy berendezkedés, amit a, a jogrendszerünk képvisel, a szociális háló, a tudományos fejlődés, ezek mind nagyon nagy mértékben a kereszténységből sarjadtak, ebből az energiából, az Istennek odaadott életekből sarjadtak. Vagy akár nem tudom mennyire köztudott az, hogy a brit világbirodalomban egy óriási dilemma volt, hogy a rabszolgaságot egyrészt meddig tartják meg, meg milyen módon lehet megszüntetni. Ennek az apostolai, azok keresztény politikai képviselők, vagy politikusok voltak, Egyáltalán nem pártok, meg meg nagy pénz, pénzügyi érdekek mozogtak. Mögött, sőt, első lépésben a brit világbirodalomnak ez egy nagyon komoly költséget is jelentett, tehát nehezen fogadták el ezeknek a lelkes keresztényeknek az érvelését. Tulajdonképpen az ő hitük meg a, a nagyon nagy elszántságuk volt, ami átvitte a, az angol parlamenten ennek a döntésnek az elfogadását. Tehát nagyon sok pontján a történelemnek kimutatható az, hogy a, a Krisztusi gondolkodás mennyire viszi előre valóban a, a történelmet, az emberiességnek a kibontakozását a világban. Azt gondolom, hogy ez ma is így van. Tehát lehet, hogy úgy tűnhet, mintha kevesebb ö, nagy egyéniségünk lenne, de én azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen érzéki csalódás. De akár... mondjuk Domboszkóról a 19. század második felében is mindenki tudta, hogy ebből az emberből tuti, hogy szent lesz, mert olyan hősies. Vagy vegyük Teréz anyát, akiről ha elkezdte 50-ben, már a 60-as években szinte mindenki tudta, hogy, hogy hú, hát ő azért valami nagyon nagyot művel. Tehát ha arra gondolunk, hogy, hogy mi abszolút egyszerű emberek vagyunk, és hány szenttel találkoztunk már, akár Teréz anya, második János Pál pápa, vagy akár hatodik Pál pápa, én azt gondolom egyébként, hogy könnyen lehet, hogy mondjuk a Zsambanyé, a bárka közösség alapítója, A sérült emberekkel teremt meg gyönyörű otthonokat, kicsinói bárkáit az ő számukra. Esetleg el tudom még azt is képzelni, talán nem túlságosan hamar, de hosszabb idő elmúltával, hogy Rozsé testvér, Tezének az alapítója vagy nagyon el tudom képzelni, hogy a Szent Egyidió közösség alapítója, az Andrea Riccardi, aki szintén egy gyönyörű, virágzó és nagyon eleven mozgalmat hozott létre. Rómában, amikor kint tanultam, én ámulattal láttam ezt, Rómában kb. 8000 tagja van a Szent Egyidió közösségnek, Rengeteg hajléktalan melegítőt, ingyen, melegedőt, ingyen konyhát, otthonokat létesítenek és tartanak fönn. Sok olyan fiatal pár van, aki saját otthonában befogadott vadidegen idős embert, akinek nem volt hova mennie, elfekvő kórházban megismerték, és annyira mély lett a kapcsolat, hogy befogadták a saját házukba. Tehát döbbenetes dolgokat csinálnak. Van olyan ingyen konyhájuk, ahol én is többször segítettem, ahol a, a főszolgálóknak a nagy része abban az időben, az mind Rómában tanuló apáca és pap volt. Tehát nagyon sokan jártak oda segíteni. Ez is egy teljesen evangéliumi, idilli, szinte hihetetlen jelenet volt, hogy ül mondjuk száz hajléktalan az asztaloknál, és tíz kis pap vagy szerzetes hordja föl nekik az ennivalót. Tehát hála Istennek ma is vannak, a hiszem, szentjeink, Szen, szem kell ahhoz, hogy meglássuk őket. Igen, ez, ez való igaz. Döbbenet egyébként visszatérve csak itt a San Egyidio közösségre számolva, az döbbenet volt, amikor megláttam a teverén túli uh, székhelyükben, az Everin túli uh, szent, uh, vagy Máriának szentelt az hát, hogy hatalmas templom, tele-tele hajléktalanokkal, mert az volt a legnagyobb tér, ahol őknek, ahol ők nekik enni tudtak adni. Jó, visszavonom az előbbi kérdésemet, élnek szentek közöttünk, csak észre kell venni. Na, no, de rá a, 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 kattásra. Ugye az évről évre azért kerül megrendezésre, hogy bemutassuk, uh, uh, milyen területeken van jelen az egyház a magyar társadalomban? Ha azonban kötekedő akarnék lenni, akkor megkérdezhetném, és tényleg előre elnézést kérek a fogalmazásért, miért kell ezt egyáltalán bemutatni? Hiszen ezt hát tulajdonképpen mindenkinek látnia kéne enélkül is. És azt mondja, hogy a, a hegyire épült várost nem lehet elrejteni. Ha viszont mégis szükséges a bemutatás, akkor. Kiket akar megszólítani a kattárs? És ez egészen konkrét kérdés most részemről, hiszen mi katolikusok remélem azért egyfelől tisztában vagyunk a társadalmi el, ám hogyha az egyházon kívül élőket akarjuk megszólítani, akkor ezt mivel ö, tudjuk ö, konkrétan elérni? Van egy ö, olyan tapasztalat ugyanis, hogy az egyházi rendezvényekre ö, leginkább mi magunk katolikusok szeretünk elmenni, vagy megyünk el, és egymásnak mondjuk el éppen azt, amit talán a, a másoknak kellene, hogy elmondjunk kezdjük ott, hogy miért kell erről beszélni. És hadd idézem az evangéliumot, Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, úgy világoskodjon a ti világosságotok, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Tehát ő akarta, hogy ez a fény világítson. Azt mondja, amit fülbesugva hallotok, azt hirdessétek a háztetőkről hadd idézem föl Kiszen Teréznek a ö, két ö, problémáját, amikor őt megkérte a kolosterának az előjárója, hogy írja meg a misztikus belső élményeit. Akkor első ettől idegenkedett, hogy ezek nagyon mély belső titkok, élmények, miért kell ezt kiteregetni a külvilág elé. És végül talált egy ilyen bibliai idézetet, amely azt mondta, hogy a király titkairól hallgatni kell, de az Isten titkait azt fennszóval hirdetni kell. Vagyis úgy érezte, vagy azt értette meg, hogy itt ő nem is annyira önmagáról ír, hanem Jézusról, az ő jelenlétéről, az életében Isten titkait fennhangon hirdeti. A kattárs esetében is erről van szó, tehát nem önmagát reklámozza az egyház, hanem Krisztust akarjuk megmutatni, illetőleg fölkínálni a világnak. Azt gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség van. Hadd idézem föl azt, hogy amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, illetőleg amikor meghalt, akkor a magyar média gyönyörűen ráállt erre a témára több napon át. Döbbenetes volt látni azt, hogy minden csatornán órákon átadtak le II. János Pál pápáról képsorokat, látogatásainak a, a gyönyörű jeleneteit, meg a, a beszédeiből, élettörténetéből. És én azt éreztem Budapesten, hogy mintha teljesen más hangulat lenne, mintha a Szent Pápának a lelke ott lebegett volna a, a város fölött, és ebben nagyon nagy szerepe volt a médiának, ami tudta ezt közvetíteni. Tehát nagyon nagy áldás lenne, ha a az utcáinkon nem csak olyan plakátok meg egyebek lennének, amik az űrzavart, meg az értéktelenséget, meg a szennyet közvetítik, meg a médiában sem, hanem az igazi értékek megjelennének. A kereszténység ezt valamennyire mindig is tette. Gondolhatunk például az apologétákra a második századtól kezdve, akik a külvilág előtt próbálják az evangélium értékeit, a kereszténység értékeit bemutatni nyilván itt sem önmagát reklámozza az egyház, hanem a hitét Jézust akarja fölkínálni. Hadd idézzek fel egy másik érdekes szempontot. Párizsban egy különleges atya, Pierre Abbé, aki szintén szegényekkel, hajléktalanokkal foglalkozott, egyik télen annyira megrendült az, hogy több hajléktalan megfagyott, hogy bement a, a legfontosabb rádió adóba, és kért öt percet. És hogy elmondta, hogy mit látott, meg mi van az utcákon, meg is adták ezt neki. És oda jut a mikrofon elé, és elkezdte mondani ezeket a drámai eseményeket, amiknek ő a szemtanúja, hogy honfitársaink halnak meg a, a, az óriási hidegben, küldjetek takarókat, hálózsákokat, mindenfélét. Egy-két órán belül több mint tíz ezer takaró hálózsák mindenféle összejött, az emberekben nagyon nagy jó szándék van. Igen, gyakran nem tudják, hogy hogyan és miben segíthetnek. A katárs erre is fel akarja hívni a figyelmet, hogy bárki, akinben van segíteni akarás karitáson keresztül, máltaiakon keresztül, nagyon sokfajta módon ebbe a szolgálatba beléphet, illetőleg ebben részt vehet. És ez viszont akkor szól a keresztényeknek is egyúttal. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a külvilágnak akarjuk megmutatni, hanem mi magunk keresztények is menjünk, és vegyük észre, hogy esetleg az adottságainak megfelelően uh, hol tudunk segíteni és részt vállalni az egyháztársadalmi uh, szociális életében. Ez teljesen így van. Ez egy nagy dilemma volt a Katár szervezésekor, hogy inkább kívülállóknak, vagy inkább saját magunknak szól, és azt gondolom, hogy az alapmeggyőződés, ami minden szervezőben kialakult, hogy mind a kettő fontos. Nyilván egyházi rendezvényekre, főleg valamennyire az egyházhoz kapcsolódó emberek jönnek el, és ez nem is feltétlenül baj. Nagyon sokat tud segíteni az, ha magát az egyházi közösséget bátorítjuk, tudatosabbá tesszük, lelkesítjük abban, hogy például ezt a társadalmi küldetést, aktívabban végezze, megismerje. A Város Missziónak, ami 2007-ben Budapesten volt, az egyik nagy tapasztalata az, hogy rendkívül jót tett a saját plébániáinknak. Tehát fölpesdítette őket. Nagyon sok keresztény rájött arra, hogy ő mer a hitért kiállni. Mer róla beszélni. derűsen föl tudja vállalni barátai ismerőse és a többi előtt. Tehát nagyon megerősítette a, a mi közösségeinknek a, az evangelizációs bátorságát, lelkesedését. És nyilván szólni akar a kattársa kívülállóknak is. Próbálja őket is meghívni erre, hogy ö, ők is tegyenek a társadalmunk különböző ö, nehézségeiért, kérdéseiért. Ez is az oka annak, hogy a március 15-e téren tartjuk, az Erzsébet híd, Pesti híd főjénél, belvárosi templom előtti gyönyörű téren, Szeretnénk, hogy ha sok járók előnek, arra járónak ez úgy feltűnne, és egyáltalán város előtt is próbáljuk megmutatni a hitünket, szeretetünket. Ez az oka annak is, hogy a program eléggé színes, és van benne kalák a koncert, vagy bőtecsabaltja, tehát próbáljuk ezzel is kicsit vonzani az egyháztól távolabbi embereket is. Ahogyan... Az augusztus 20-ai Szent István körmenetnek is az egyik fő célja az ez, hogy a hitünket bátran, örömmel, deresen megvalljuk a városunk meg a hazánk előtt. Hadd gondolkodjam közben egy kicsit hangosan, hogyha az egyháznak a társadalmi tevékenysége szóba kerül, akkor majdnem mindig szinte párhuzamként mellé kerül rögtön az állam is, mint, mint, mint szervezet, mint finanszírozó, koordináló szervezet. Melyek azok a területek a közjónak a szolgálatában, ahol az egyház sokkal hatékonyabban jelen tud lenni, mint mondjuk a pénzért működő állami szervezetek? Az egyháznak a tevékenység általában sokkal egyszerűbb és emberközelibb. Egyszer egy ilyen találkozón elgondolkodtunk például azon, hogy egy átlagos művelődési ház általában egy plébániához képest sokszoros költséggel egy év leforgás alatt sokkal kevesebb programot, aktivitást összejövetelt, stb. szervez. És egy egyszerű plébánia, aminek eléggé kicsi anyagi forrásai vannak. Ha összeszámoljuk a, a gyerekeknek a hittanos táborait, az adventi koszorú kötést, a családi közösségeket és mindent, amit egy plébánia végez, sokszorosa annak, amit egy átlagos állami intézmény sokkal nagyobb költséggel elvégez. De hogy távolabbra nem menjünk, vizsgáljuk meg azt, hogy a Mária Rádió mekkora költséggel vetésre dolgozik, mint önkéntes egyházi katolikus is, és mondjuk egy, egy bármilyen kereskedelmi rádió, milyen költségvetéssel. Ez is így van, ez a rádió az Istennek a csodája, ajándéka, illetőleg a kedves hallgatók nagy lelkűségének és hitének, szeretetének a tanúja. Nagyon más az a lelkület is, amivel az egyház mindenfajta tevékenységét végzi. Másik János Pál pápa mondta, hogy a történelmet igazából nem pénz, és nem is nagy projektek, programok stb. viszik előre, hanem az emberi szív. Ha valaki, illetőleg egy-egy társadalom vagy közösség belül alakul. Krisztus befogadja, másfajta módon látja az életét, a világot, a családját, stb. Akkor az egész történelem minőségében tud előre lépni, tud az Isten országa épülni. Az egyház pontosan ezt adja, azt a fajta szívet, ami aztán mindenre kihat egy-egy ember életében. A keresztény ember egészen más mentalitással végzi ezeket a tevékenységeket. Jártam egyszer Afrikában, az ottani missziókban, és döbbenetes tapasztalatokkal gazdagodtam. Például nagyon érdekes volt, hogy hatalmas nagy programokkal próbáltak ezen a, az igen szegény országon, Biszagéneán segíteni. Például építettek az őserdőbe egy óriási növényi olaj földolgozó üzemet. Ez az üzem Körülbelül egy néhány hónapig működött csak. Gyakorlatilag azért, mert nem volt kellő e, ember e, anyag, vagy vagy munkatársak, stb., akik ezt szépen tudták volna működtetni, felelősen megőrizni, megjavítani a, a meghibásodásokat. Nagyon hamar tönkrementek, ott gépek hazaviszegettek, alkatrészeket, stb., és egy óriási ócsköves tömegként áll jelenleg ez az üzem ott az őserdőben. Az egyház teljesen más módon van jelen például ebben az afrikai országban. Ahol mi voltunk, ott két olasz pap ö, működtetett egy körülbelül 70 településből álló óriási nagy ö, plébániát. Mind a 70 helyen volt már katolikus közösség, mindenütt volt katekéta, minden vasárnap összejöttek, énekeltek, bibliát olvastak. És az emberek mentalitása alakult, és emiatt Rengeteg minden az életükben a mezőgazdaságot elkezdték teljesen más módon ö, végezni, vagy ö, sok olyan terményt például az egyik nagy baj, az a rettentően egyoldalú táplálkozás volt. És ahogyan kezdtek dolgokat megtanulni, növényeket termesztettek. Az egynejű házasság szintén forradalom volt ezeknek a törzseknek az életében. Hatalmas nagy terhektől, keserűségektől szabadította meg azokat, akik keresztény lettek. Ugyanezt látom a cigány misszióban, hogy ha egy embernek a szívét megérinti az evangélium, akkor nagyon sok minden alakul az életében, szenvedélyektől szabadul. Lehet, hogy elkezd tanulni. Esztergomban most szeptemberben öt felnőtt tagja a közösségünknek esti gimnáziumot elkezdett. Tehát elindul a fejükben ez a gondolat, hogy szeretnék kibontakozni, teljesen életet élni, akár el akarom tartani normál munkával a családomat. Az egyházi intézmények sokkal rugalmasabbak, és igen gyakran nagyon emberközeliek, tehát ismerjük a családokat, bejárunk a, az otthonaikba. Van egy olyasfajta fantázia, amely talán egy kicsit nehézkesebb állami. Szervezetben nincs. Például a Máltai szeretett szolgálat, ha bárhol egy nagyobb akcióba kezd, mindig egy embert küld el oda. Azt mondja, hogy az első lépése jelenlét. És amit az az illető lát és javasol, ők azt szerint írják a programjukat, és a szerint indulnak el. Tarnabot például egy gyönyörű példája ennek, hogy egy, egy fiatalember tele lelkesedéssel leköltözött oda, és ő találta ki a Máltaiak teljes programját, Tarnabodon előfizetéses villanyórák beszerelését, a falubuszt, ami vitte az embereket munkahelyre, egy veszélyes hulladék szétszerelő üzemet gyönyörűen építették fel, és egy, egy teljesen halott falu, vagy reménytelen falu mostanra ö, életre kelt. És rengeteg ember van, aki dolgozik, remél, tesz önmagáért, tehát nyí nyílik ki a szíve és az élete. Hadd hát mondjuk el egy példát, amit néhány héttel ezelőtt tapasztaltam meg. Mexikóban jártam, ahol az ottani szeretetlen mozgalom meghívására úgy megnéztük, hogy ők hogyan tevékenykednek, és ott nagyon-nagyon komoly társadalmi szerepvállalásuk van nekik. Egyik komoly területük a, drogok, a drogosoknak a megmentése és a, a drogkereskedelem elleni küzdelem, és pontosan szóba került ez, hogy az állam és ők hogyan küzdenek. Az állam az azt mondta, hogy hatalmas pénzek árán hadsereget tart fönn, és úgy, úgy küzd a, a drog ellen, a drogkereskedelem. Ellen, ők pedig oda mennek, önkéntesen ingyen, és kezdik a lelkeket megmenteni az evangélium normák szerint. És a végső mondata ez volt a hölgynek, hogy. hogy az eredmény a következő, az állami szervezeteknél halottak maradnak utánuk, és úgy lesz kevesebb a, drog, a drogosoknak a száma, ők pedig embereket mentenek meg, és úgy lesz kevesebb a száma. Tehát azt hiszem, hogy így nagyon, ez egy nagyon nagy különbség, hogy az egyház hogyan képzeli a társadalmi jelenlétet, és mondjuk kisarkítva ugyan, de hogy az állami szinten néha hogy zajlanak világszerte a társadalomban való, hát hogy zajlik a jelenlét. Kösbogatja, de azért, hogyha a jelenlétről van szó, társadalmi jelenlétről, akkor, akkor nagyon sokszor nekünk leginkább csak a, a nagyon frekventált oktatási és karitatív tevékenységek jutnak eszünkbe. De talán itt a kattárson kiderülhet az, hogy, hogy melyek azok a kevésbé ismert területek is, ahol akár közvetve ugyan, vagy közvetlenül, vagy közvetve vagy közvetlenül, de jelen van az egyház. Mindenek előtt azt hiszem, hogy nagyon fontos látni azt, hogy van az egyházunknak egy primér és mindenütt megjelenő jelenléte, ez a plébánia, amelyből rengeteg olyan aktivitás vagy szolgálat fakad, amire talán nem is gondolunk első menetben. Például a házasságok, családok segítése. Az én papi életemben is több olyan pár van, aki azt mondja, hogy ha például az esküvő utáni nem lettem volna mellettük, akkor lehet, hogy szétesett volna a házasságuk. Tehát az, hogy jöhettek, megbeszélhettük, megnyugodtak, letették a terhüket, újrakezdtek, hatalmas segítség volt abban, hogy a, a családjuk a házasságuk egybe maradt. Vannak olyan kisgyermekek, akik azért születnek meg, mert van mellette egy. Egy pap vagy egy világi keresztény, aki bátorítja, aki meggyőzi. Erről nemrég találkoztam egy idős férfi, aki elmondta, hogy pártfogó felügyelőként dolgozott, és egy fiatal lány könyörögve rávette arra, vagy meggyőzött arról, hogy a kisgyermekét tartsa meg. És valóban ez a gyermek megszületett, aztán később ez a, a valaki egy ötgyermekes családnak az édesanyja. Lett, és ez az ember, a pártfogó felügyelő tulajdonképpen mind az öt gyereket félig úgy érezte, hogy kicsit felelős. Értük, és kb. 20 éven át ő mellettük át, és rengeteg mindenben segített. Vagy gondolhatunk arra, hogy, hogy hány olyan ember van, aki egy haláleset után, egy tragédia után megy a plébániára, és ott segítséget kap vagy a szentségek által mennyi lelki békét ad az egyház idősek szolgálatában, mennyi áldás fogad egy plébánia életéből. Tehát van egy, egy, nagyon szerte ágazó jelenlét, aminek nagyon sok társadalmi áldása is van. Mondanék most konkrétabb területeket. Talán a kedves hallgatók sokat is hallanak utóbbi hónapokban arra, hogy mennyire intenzíven jelen van az egyházunk a börtönökben. Utóbbi néhány évben a kurzió mozgalom is elindult a börtönökben, és aki közülünk volt ilyen ö, benti hétvégéken, az mind úgy számol be róla, hogy hatalmas, drámai megrendítő élmény volt, ahogy látta a fogvatartottaknak a, az átalakulását, meg a háláját. Nagyon sok embernek az élete fordul egy-egy ilyen ö, mély, mélyisten élmény kapcsán. Az egyházunk jelen van a leányanyáknak, illetőleg gyermeküket egyedül nevelő, egyedül vállaló ö, lányoknak, asszonyoknak az életében. Például pásztor nővéreknek van ilyen intézményük. Nagyon sokan dolgoznak prostituáltak védelmében, illetőleg az ő lelki gondozásukért. Jelen van az egyház elváltaknak, illetőleg az özvegyeknek, a gyászolóknak való segítségnyújtásban. Nagyon sok házas közösségünk van, amely próbálja a családokat erősíteni, védeni, segíteni az útjukon. Óriási küldetése az egyháznak a fiatalok nevelése. Cserkészetben, Regnum Marianum mozgalomban. Nagyon sok olyan fiatal van, aki abban, hogy ő boldog, szép életet él, abban nagyon sokat köszönhet ezeknek a fiatalokkal foglalkozó mozgalmaknak, közösségeknek. Nem régeskedtem egy párt, ahol mind a két fél, a vőlegény menyasszony is, hosszú évek óta gyerektáborokban és, és másfajta módokon segített. Tehát ilyen is ifjúsági mozgalmakon belül rengeteget segítettek gyerekeknek. Néha nagyon sok nélkülözéssel járó táborokban, fél éjszakákat átvirasztva és nagyon önzetlenül segítve. És azt láttam, hogy a, a házasságokban viszik ezt a nagy lelkűséget, tehát rengeteget profitálnak ebből az ifjúkori élményből, ahhoz, hogy a kapcsolatokat is szépen építsék. Próbál az egyházunk Magyarországon is figyelni a missziókra, például a Verbita rendnek rengeteg missziós gyerekcsoportja van, akik imádkoznak missziókért, gyűjtenek is a missziók számára. Talán szintén tudják a kedves testvérek, hogy egy-egy nagyobb gyűjtéssel próbálunk a menekültek helyzetén is segíteni. Legutóbb két ilyen gyűjtés is volt ö, tavaly év végén, illetőleg az idei évnek az elején, amelyekből gyors segélyt adtunk Jordániába, illetőleg egy iskolát épít a Magyar Egyház és a Magyar Állam támogatásával, a Kirhainót szervezett egy menekültáborban. Vannak Szakmai közösségei a keresztény vagy katolikus különböző szakmák képviselőinek, újságíróknak, orvosoknak, jogászoknak, mérnököknek. Tehát ezáltal is próbáljuk a társadalmi jelenlétünket is megélni vagy erősíteni. Vannak vállalkozói közösségek, az érme és a kérme klub teremtésvédelemben ott van az egyházunk, tehát nagyon gazdag, hála Istennek ez a jelenlét. Érdekes közben most elgondolkodtam, hogy minden évben készül a központi statisztikai hivatalnak ugye az élet minden területére kiterjedően egy hatalmas átfogó értékelése, tehát a számok tükrében, a adatok tükrében. Milyen jó lenne, hogyha az egyháznak is, a magyar egyháznak is készülne valami ilyesmi, mert akkor már is nyilvánvalóbbá lenne, hogy mekkora hatalmas, milyen hatalmas az a terület, ahol jelen vagyunk, és főleg az, hogy tudnának bekapcsolódni emberek, hogy ötletadó lehet egy ilyen. Hát mondjuk erre tényleg jó a kattárs. Is, de ugyanakkor eszembe jut a, a másik oldala az éremnek hogyha mondjuk én személyesen részt vennék most a kattásnak a szervezésében, akkor lehet, hogy a helyszínen én kijelölnék egy, egy, egy elkerített, de teljesen üres területet, mindegy, akárhány nézetméter, az hogy legyen betonfelület, ahol valamilyen kiírás lenne, hogy erre az üres helyre tessék, látogatók föl lehet írni azokat a területeket, ahol még nem vagyunk már, mint az egyház jelen. És akkor, hogyha vajon milyen társadalmi tevékenységek kerülnének fel ide a rendezvény végére? Ez kicsit ilyen lelkismeret, vagy magunkba vagy magunkba tekintés. Sajnos ez is teljesen igaz, hogy lehetnénk sokkal intenzívebben jelen nagyon sok területen. Ha csak gondolunk arra, hogy harmadik században Rómában a keresztények 1500 szegénynek szinte napi heti rendszerességgel segítettek, pedig nem voltak sokan. Tehát ha erre gondolunk, akkor azért talán elszégyelhetjük magunkat, hogy sokkal többet és lelkesebben tehetnénk a mai világért. Ferenc pápa erre újra és újra hív, hogy menjünk a perifériákra, legyen az egyház szegény, és é, tegyen és éljen főként a szegényekért. Azt gondolom, hogy az egyik terület, ami nagyon kiáltóan hív minket, meg ahol óriási a hiány, az pontosan az egyszerűbb emberek világa. Tehát vannak egyetemista hittanyjaink, bibliaóráink, de szakmunkások között mezőgazdasággal foglalkozó emberek kétkezi munkások között. Sajnos az egyházunk alig-alig van jelen. Nem is vagyunk ebben túl ügyesek, aktívak, hogy ezt a, a, csoportját a társadalmunknak megszólítsuk. Nagyon hiányzik azt hiszem fiatalok közötti intenzív jelenlétünk is. Talán ebben meg kellene tanul, találnunk azokat a formákat, ami egy mai fiatalnak igazán vonzó. Azt gondolom például, ha Budapesten néha kinyitnának egy-egy nagy templomot, nem tudom, este héttől től 11-ig, lenne benne szép fiatalok számára vonzó fogható ének. Tehát tudnának elcsendesedni, imádkozni, énekelni, dicsőíteni az Úristent, Bibliát olvasnának, egy-két rövid tanúságtétel lenne. Én azt gondolom, nagyon sokan mennének. Látjuk ezt, hogy néha protestáns ebben sokkal ügyesebbek, hogy ilyesmiket szervezenek. Tehát sajnos azt kell mondani, hogy vannak területek, ahol az óriási hiányaink vannak. Kedves hallgatókat, én arra bátorítanám, hogy ki gondolkodjon el, hogy mi az, amit én teszek. Ha az aktív katolikus testvérek, akik vagyunk egy olyan 7-800 ezeren Magyarországon, ha mindenki elindulna a szomszédságában, ismerettségi körében, azt gondolom, hogy teljesen érezhető lenne, a Krisztus jelenléte a társadalomban.